shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Bemutatom, bemutatjuk Hartai Csabát, a jövő régészei című új kötetével kapcsolatban van ez a beszélgetés itt a Körf második napján, az Irodalmi Sátor második programpontja ez. El, hogy számodra, meg szerintem sokakat érdekel, hogy mit jelent számodra ez a közeg, ahol vélhetően először beszélsz, először olvasol föl, de a tágabb értelemben vett régiót is megvizsgálhatnánk, megnézhetnénk, mert ha Hartai verset olvasunk, és abban megjelenik a naplemente, abban megjelenik a kanál is, vagy megjelenik a körös, megjelennek a halak, megjelenik a nyaraló, akkor az egésznek van egy ilyen erőteljesen békés megyei, alföldi jellege. Folyamatosan megvan ez az én által leírott verseimben, hogy tehát nem tudom és nem is akarom kizárni a tájat, mert egész fiatalkoromtól annyi élmény ért engem, meg hát amit ugye a környezetemben a holdkörös, ami nagyon meghatározó, és hát a horgászat, az ilyen első úgymond ilyen kinnalvások, mi úgy hívtuk, amikor szülők nélkül először kihozottunk a telekre, és akkor ott első cigarettázások, berugások, meg ilyesmi megvoltak, és azok adtak egy olyan hangulatot a dolognak, hogy a maga a szabadságérzet, a felszabadultság az benne volt, és ha az ember mai napig kimegy ezekre a vízparti telkekre, bármelyikre, akkor érzi ezt a nyugalmat, és amikor idegesen soha nem lehet verset írni, tehát amikor én verset írok, akkor általában nyugodt vagyok, és ez a tájnak a nyugalma az mindig visszaüt, tehát megjelenik. Na most én a civil munkám, én szarvasmaratelepen dolgozom, ott is megjelenik ez folyamatosan, tehát járom a földeket, mindenféle mezőgazdasági munkák vannak, és ezek mindig megjelennek, akár ezekben a újonnan írt szemhunyásokban is, tehát behunyom a szemem, és ugye mit látok, és általában ezek mindig ugyanoda visszajutok, tehát van egy utazás, ami azzal végződik, hogy hazaérek a végén. Bulintok a nyári estéken öblös pohárba csorduló homoki vörös fanyarzamatának gondolatára. Ha szívesen állnék ki késő éjszaka ház elé, megvakarni tüstént odasonfordáló buksi kutyán bozontos okos buksiját, és azt olvasni hozzá az égről, hogy bizony lassan teli hold lesz, vagy azt, hogy na hát nemrég volt teli hold, aztán lassan már is itt az új hold. Ludmila Ulickájától olvastam az Elsők és utolsók című novellás kötetet. Hát nem pont egy nyári olvasmány, mert eléggé depressziós, meg az 1920-as évekbeli Oroszországot írja le, de szerintem nagyon érdekes, és én ajánlom mindenkinek. Hát a Mester és Margaritát Bulgakov frankó volt, és ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, főleg azoknak, akik szeretnek filózni, mert nagyon jó. Na, csapatod? Ja, és plusz, Lázár Ervin, a Johnny, szegény Johnny és Árnika, az a legaranyosabb mese a világon. Gréti voltam, Hali! Sziasztok, Freya vagyok. Én utoljára a Kopány Jaga testamentumát olvastam, mert van egy 12? Hány éves húgom? 12 éves húgom, és nem sokára kötelező lesz neki, és így szedtem elő a polcról, hogy adom oda nekik. És így előkerült, és megkaptam rá kedvet, hogy újra olvassam. Amit legutoljára olvastam, az a Stephanie Meyer-től a Burok volt, és az újraolvasás volt, mert megláttam, hogy ugye csinálnak belőle filmet, és hát így fel kellett eleveníteni az emlékeket. Én minden nap feljárok Moira, és nagyon szeretem ott az otthoni közösséget is, tényleg. Harlan Coben-től a Dermesztő Csendet, de nagyon jó még a Vakjátszma Howard Ruffin-től. Én meg Büszkeség és balítéletet olvastam suli miatt, és igazából nekem a kedvenceim a Dan Brown könyvek, és kb. Az összes megvan.